Jaj, hát mire vállalkoztam? Ez nem iskola, ez bolondok háza. Vagy sötételen az ő temetőjével, vagy szép két az ő Mikulásával. Na, lenyugodtál? Figyú, kint hideg van, te pedig fagyizol. Tetszik, ez most a harmadik. Hogy nem fagyott le az agyad? Figyú, nem a Fagyis bácsi adta el neked a fagyit? Milyen Fagyis bácsi? A játékból, amit épp játszok. Lehet, hogy meg kell mentselek majd? Milyen butaság? A boltban vettem. Srácok, most komplikált kihívás van. El kell vennetek a haverotok hidegujját, és avval kell lájkolni. 1, 2, 3. Vagány, most van egy fagyos lájkunk. Tessék, az én fagyim! Gyorsan töröld fel! Mary Johnson mindjárt jön! Szép két, nagyon szépen fekszel, de tudnál szépen ülni az asztalnál? Mi esett ki belőled? Menj és mosakodj meg! Elmehetek a takarítónőhöz rongyért! Nem csak hogy elmehetsz, muszáj elmenned! Itt van az ijesztő! Szép két, ez micsoda? Az az alak Roni játékából, a Fagyis bácsi! Mi van, talán gombaízű fagyit ettél? Fogd az ajtót, hogy ne bírjon bejönni ide! Igen, vagy elkap és lefagyaszt! Szép két, te lázas vagy? Gyere, hadd nézzem meg! Nem, Mary Johnson! Nem, én megnézem, hogy milyen szörnyetek sétál az iskolánkban. Sziasztok! Szép két, a szörnyeteg érted jött? Hol van a Fagyis bácsi? Milyen Fagyis bácsi? Talán megint elromlott a frigó a kantinban. Ignát tanár úr, ellátott valakit a folyosón? Aj, nem. Csak azért jöttem, mert a fiúkat szeretném elvinni, hogy átvigyenek pár padot a rajzteremben. Fantasztikus, rossz, rendetlen, Gerald, eljött a ti időtök, hogy valami nyomot hagyjatok a suliban, ne csak az asztalotokon. Na, gyerünk, fiúk, csipkedjétek magatokat. Na, szép, erős fiúknak tűntek, könnyű meló lesz. Na, szép két, lenyugodtál? Elmegyek, ti pedig csendben fejezzétek be a feladatot az 58-as oldalon. Két, lehet, hogy lázas vagy. Lehet, hogy -40, ha a Fagyis bácsi elkapja. Vagy sötételen ismét kivitelezi a rituáléját. Nem tudom, de biztos vagyok benne, hogy láttam ott. Nézzük meg megint. Hogy aztán elküldjenek a Dili házba? Köszönöm, nem. A pszichológusok azt mondják, hogy a félelmeken felül kell kerekedni. Nézzük meg! Ki van ott? Arany Stacy segítenél nekünk? Figyú, nem félek a Mikulásodtól. Fűt a pénz. Az nem a Mikulás, hanem a Fagyis bácsi! Menekülnünk kell! Jaj, mire vállalkoztam? Ez nem iskola, ez bolondok háza. Vagy sötételen az ő temetőjével, vagy szép két az ő Mikulásával. Na, lenyugodtál? Megölte Arany Stacyt? Muszáj hívnunk a rendőrséget. Milyen rendőrséget? Mit fogsz mondani nekik? Hogy nagyon félek!
Hé, mit csináltok? A Fagyis bácsi a tanteremben van, most falja fel Arany Stacy-t. Mi van? Teljesen megbolondultál? Most mindnyájan megbolondultunk. Meneküljünk! Jaj! Jaj! Lehet, hogy itt nem fognak megtalálni minket. Jó van, itt az idő. Most gyorsan elszökedünk a suliból, amíg a kantinban van. És Arany Stacy? Fel fog melegedni. Ezt majd megdobálja pénzzel. Már megfagyott. Akkor nem melegszik fel. Mindegy, legyünk haza. Valószínűleg meg fogom bánni, hogy ezt mondom. De meg kell mentenünk Arany Stacy-t. Fiúk, figyeljétek a környéket, mi pedig kifagyasztjuk Arany Stacy-t. Csajok, megint erre jön! Stacy még nem tért magához. Mondtam nektek, hogy menekülnünk kell. Nem kifagyasztanunk kell, hanem el kell ásnunk. Gyerünk, tartsátok, tartsd erősebben! Én meg megkeresem Mary Johnson telóját. Na, szeretnél még fagyit rendelni? Nem vicces! Mi történik itt? Mindenki egyest kap. Holnap a szülőkkel gyertek a suliba. De Méri néni, szörnyeteg járkál a folyosókon. Persze, a rajztanár nem gyönyörűség, de nem szép szörnyetegnek nevezni. Egyes fantasztikus rossz, menj és kérj bocsánatot a tanár úrtól. Rendetlen Gerald, neked is egyes. Okos Júlia, te kitűnő tanuló vagy. Miért barátkozol ezekkel a huncutokkal? Muszáj neked is egyest adnom. És te, szép két, miért dobálod a fagyit a földre? Ezt nem csinálják, ugye, Ignyát tanár úr? Szép két, muszáj pedánsnak lenned. Szép két, hallasz minket? Muszáj csinálnunk új fagyit. Nem hallasz akarok minket? Nem akarok fagyit, nem akarok szép többet. Két. Nem akarok fagyit, nem akarok fagyit. Szép két, nem szabad több fagyit enned. Bepiszkolod az egész padlót a kezeiddel. És hol van a Fagyis bácsi? Azt hiszem, agyrázkódást kapott. Először Fagyis bácsisat játszottál, utána pedig eljött hozzánk a suliba. Így jó, a harmadik fagyi felesleges volt. Teljesen befagyasztotta az agyadat. Rendben, hagyjátok abba a hozudozást, keljetek fel és üljetek az asztalotokhoz, különben injekciót kaptok, vagy mentek a sürgőségére. Inkább a Dili házba, ott a mama és a Fagyis is egy osztályon vannak. Rendben, jobb, ha matekról beszélünk, és nem a Dili házról. Üljetek le. Na, gyerünk, gyerünk, elkezdődött az óra.
Kit, valószínűleg rémálmod volt. Igen, nagy butaságok. Tuti, hogy többet nem eszek fagyit. Kezdjük az órát. Fantasztikus rossz, gyere a táblára. Már megint fantasztikus rossz. Fantasztikus rossz, próbálok embert faragni belőled, de hidd el, nagyon nehéz. Na gyerünk, rossz, kelj fel, gyorsabban.